Véget ért a kormánypártok kétnapos, a tavaszi ülésszak megkezdése előtti frakciúlése. Egyebek mellett arról döntöttek, hogy egy politikai nyilatkozatot is terjesztenek az országgyűlés elé, amely tartalmazza a kormány és a világos álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Vendégem Halász János, a Fidesz frakcióvezető helyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye ez a hét pont abból a szempontból újdonság, hogy összefoglalták azt, hogy mi a kormány és a frakció álláspontja. Mire számít hogyan fogják ezt mondjuk fogadni az ellenzéki pártok, mire lesz szó a parlament tavaszi ülés szakán, hiszen ez hétfőn kezdődik már a parlamenti munka. Igen, hétfőn kezdődik, és meg is kezdjük ennek a politikai nyilatkozatnak a vitáját. Tehát ez a legfontosabb kérdés most, nem csak Magyarországon, Európában, de talán a világban is, hogy ez a háború Meddig tart a mi viszonyunk nagyon világos és egyértelmű ez ügyben, a kormány ezt nagyon világossá tette, de nem csak a kormány, egyébként a magyar emberek is, hiszen a tavalyi áprilisi választáson világossá tették a magyar emberek, hogy nem szabad belesodródunk ebben a, ebben a háborúba, és Magyarországnak ez az álláspontja azóta is világos, a kormány álláspontja ez ügyben teljesen világos, csak hogy látjuk, hogy azóta az országot és a kormányt is politikai támadás éri folyamatosan, mert vannak akik szeretnék, hogy belesodródjunk ebbe a háborúba. Itthon is vannak ilyenek, és a nemzetközi szintéren is. És ezért nagyon fontos, hogy mivel politikai támadás van ez ügyben, akkor politikai választ adjunk rá. És ez a parlamentet is érinti, hisz egy politikai testületről van szó, szóval ezért terjesztettük be ezt a javaslatot. Én komoly vitára számítok, az ellenzéktől semmi jóra, hiszük háborúpártiak ők a, a megrendelőiket szolgálják ki a dollár bal oldal azt csinálja, amit kérnek tőlük a guruló dollárokért cserébe látjuk, és ez már megmutatkozott a korábbi nyilatkozatokban is, hogy ők szállítanának fegyvert, sőt, akár mást is, mi pedig ezt nem fogjuk engedni. Nagyon fontos ez, mert ez, egy, ez a nyilatkozat a kormányt is segíti abban a vitában, amit Brüsszelben folytat például. Beszéljünk akkor, hogy ez a hét pont a melletti elköteleződés elütéljük, Oroszország katonai agressziót elismerik Ukrajna jogát a védelemre. De például itt ez érdekes, hogy senki sem kényszerített arra, hogy a magyar kormány nevében beszél, hogy Ukrajna jogait Magyarország elé helyezzük, ellenezzük a szankciókat, ellenezzük a további szankciókat például az energetika területén. Az a baj, hogy az Unióban, és ezt Orbán Viktor is elmondta az évértékelőben, hogy egyedül maradtunk ezzel az állásponttal. Meddig tartható ez fönt? Miért kell ezt deklarálni? Azért miniszterelnök is jelezte, hogy igen, mi vagyunk, akik kiállunk a magunk érdekét, és nekünk mindig is a magyar érdek lesz a legfontosabb. De azért lehet látni ugye a, a látóhatár szélén, hogy vannak mások is, ha egyelőre csak a szélelmékunk van, de megbújnak, és reméljük azt, hogy előbb-utóbb lesz egy áttör, és hamarabb nem a következő Európai Uniós választás után. De mi kitartunk, ez egészen biztos. És a magyar érdek azt kívánja, hogy ne sodródjunk bele, és azt kívánja, hogy a szankciókat is állítsuk meg, mert hát a szankciók azok, amelyek az inflációt gerjesztik. Hát az elhibázott brüsszeli szankciók miatt van az, hogy az európai gazdaság is egyre nagyobb veszélyben van. Ez kihat ránk is. Tehát ez egy nagyon fontos fontos dolog, hogy ezt világossá tegyük, hogy mi ezt nem akarjuk. És van itt még több minden is. Mi világosá tesszük azt is, hogy nyilvánvalóan az Unió és a NATO tagjai vagyunk, és mi jó szövetségesek vagyunk, de azok a szövetségesek, akik ebben a szövetségben azt mondják, hogy mi békét akarunk és hogy legyen minél előbb béke. Erről is van szó, és még az is nagyon fontos, hogy fölhívjuk a figyelmet a kárpátaljai magyarok sorsára is. Szerintem ez is nagyon, nagyon szükséges. A hét pontban szerintem minden benne van, ami ez ügyben benne lehet. Nem, nem, nem túl hosszú, de nem is túl bonyolult ez a dolog, csak mindenre gondolni kell. A lényeg viszont az, hogy nagyon határozott is legyen, és világos. És ez egy nagyon határozott és egy világos nyilatkozat, ilyen módon állásfoglalás. Igen, ha már NATO, hogy azt is közölt a Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető, hogy fenntartások vannak a csatlakozással kapcsolatban, a finn és a, a svéd NATO csatlakozással kapcsolatban, ezért delegációk indulnak a vitáskérdések tisztázására, a két ország ezeket kövér lászló az országgyűlés elnök indítja. De hogy Orbán úr azt kérte a frakciótól, hogy támogassák a két ország. Igen, így, így volt. Eset, miért volt. kell akkor elmenni ebbe a két országba, hát, vagy hát, mit kell egy kivizsgálni? Egyrészt fölvetődött a kérdés, hiszen szerdán, március 1-én kezdi el az országgyűlés a Finn és a Svéd NATO csatlakozás úgynevezett ratifikálásának a tárgyalását. Tehát, hogy elfogadjuk-e az ő csatlakozásukat a NATO-hoz, ezt Magyarországon is egy ilyen tárgyalási folyamatban el kell dönteni az országgyűlésnek. A kormány világossá tette korábban is az álláspontját, hogy támogatja ezt, Miriszter elnök úr elmondta a frakcióülésen, ezt is kérte a frakciót, hogy támogassák ezt, viszont a frakcióban ö, vita volt erről. És ö, tekintettel arra, hogy, ö, hogy alaposan végig kell nézni egy ilyen kérdést, ezért a frakcióban az az álláspont alakult ki, hogy persze kezdjük el és el is kezdjük a vitát. Ahogy ez a parlament normális tárgyalási életében megy, ez valószínűleg most márciusban szavazásra is kerül, de van idő a szavazásig, és addig azért tájékozódjunk. És voltak olyan hangok a frakcióban, és nem alaptalanul elmondták többen, hogy hát éppen ezek az országok voltak, akik Magyarországot támadták az elmúlt időben teljesen igaztalanul. Most meg kérnek tőlünk. Hát nézzük már meg mi a helyzet. Ezért kérte a frakció a házelnök urat arra, hogy indítson delegációt még így a szavazási idő előtt ebbe a két országba tájékozódás céljából. Elkezdjük a vitát ebben az ügyben, még most szerdán, és aztán pedig zajlik ez a folyamat, és akkor egyszer lesz egy szavazás. Miniszterelnök úr kérése, hogy támogassuk, végig kell menni ezen a folyamaton, most ez indul el. Ha már komoly vitákra számít, el említette ugye ezt a kérdést és a béke kérdését a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatban is hasonló kemény vitákra számíthatnak. ez elhangzott a kormánypárti politikusoktól, hogy belföldön és külföldön is egyaránt. Hát itt hát, mi az állás? Hát, Először is teljesen világos, hogy szigorítani kell a gyermekvédelmi törvényen. Nagyon világos az is, hogy az emberek véleményt mondtak. Sosem mondtak egyszerre e, ilyen egyöntetű véleményt egy témában, mint a gyermekvédelmi népszavazásról. Hagyják békén a gyerekeinket. A törvényt azt elfogadtuk már korábban, de látjuk, hogy Brüsszel emiatt már elindított különféle eljárásokat nem csak szóban ellenünk. Azt is érzékelni lehet, hogy ők egészen másképp gondolkodnak erről, hiszen rengeteg politikai támadás ér bennünket most itthon olyan szomorú helyzetek álltak elő, amelyek aktuálisá teszik, hogy szigorítani kell. Iskolai asszisztens botrányára? Arra gondolok, igen, igen, nem véletlen, hogy erről a miniszterelnök úr is beszélt az évértékelében, ez egy, ez egy égbe kiáltó botrány, oda kell figyelnünk a dologra, törvényalkotással is, készítjük elő ezt a jogszabályt, amikor kész lesz, részletek lesznek, tájékoztatunk mindenkit, Valószínű az ülésszakon fogjuk tárgyalni, de már az előzőt is támadta Brüsszel, tehát ebben nagy viták lesznek, de ebben nem engedünk. Nem engedünk. Nem. És hát a hasonló viták a, ugye az energetikai szankciók terén is várhatóak, ugye egy kis külpolitikára még áttérve, hiszen most nem született megegyezés a tizedik szankciós csomagról, de azért az is látszik, hogy folyamatosan megy a harc az unió vezetésén belül. Van egy tábor, aki azt akarja, hogy minden szankciót vigyenek keresztül. Magyarország eddig sikeresen állt ellen. Meddig lehet ezt az ellenállást fenntartani? Ez mindig fel fogjuk tartani, mert mi mindig a magyar érdeket fogjuk képviselni, és megvédeni, és mindig meg is fogjuk védeni a magyar érdeket, mint ahogy eddig is minden alkalommal. Hát ez egy folyamat, hát látjuk, hogy Brüsszelben szankciót, szankció követ, semmi jóra nem számíthatunk, tőlük mi jön, csak a szankció. A szankció mit eredményez? Inflációt. Az infláció kapcsán mi történik? Az európai gazdaság megy tönkre, ez nálunk is megjelenik. Ez, ez, ez olyan hatással van ránk is, amit meg kell akadályoznunk, ezért is küzdünk a brüsszeli szankciók ellen, Küzdünk itthon az infláció leszorításáért, összetett folyamat ez, odafigyelünk rá, és, és kitartunk, és nekünk van igazunk, és így aztán nekünk is lesz a végén is. Én mert azt mondta Orbán Viktor, hogy ugyan Oroszországot célozták ezekkel a szankciókkal, de Európát találták el, azért Én... az is látszik, hogy a magyar gazdaság, mivel rendkívüli módon kitett a, a, az export-import tevékenységnek, nagyon nehéz mondjuk az energetikai szankciókat úgy félre söpörni, hogy mondjuk a, tehát a szankciók esetén jelentkező inflációt egy szám együre lefaragják, ez is egy fontos cél, gazdasági szempontból mindenképp. Igen, és ebben az évben ezt az eredményt el is érjük, de látni kell, hogy mi okozta ezt a helyzetet, és azt pontosan az értelmetlen szankciók okozták, amelyek nagy része az energetikára vonatkozott, amely kitette Európát, és így bennünket is ennek a helyzetnek. De meg fogjuk oldani. Alász János, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.